Aki a Vasas Kubala Akadémia honlapját figyeli, vagy a toborzó plakátokat látja, olvashatja, hogy a női labdarúgásnak a korosztályait idén már bővítjük a tavalyi U15 és U17-hez képest. Mit lehet tudni ezekről a korosztályokról és a bővítésről? A változás annyi idén, hogy ugye a U17-es korosztály korhatárát följebb tolták U18-ra, tehát ez a két korosztályunk úgy marad meg gyakorlatilag, hogy U15-18, és ehhez szeretnénk ugye teljesen a kicsiktől, tehát az U7-es korosztálytól fölépíteni a teljes utánpótlást, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel. A nagyon picik azok még a fiúkhoz csatlakoznak be edzésekbe, és a nagyobbak azoknak már külön csapatokat próbálunk majd kialakítani korosztály szerint. Láthatjuk, hogy újdonságként az idei évtől felnőtt női labdarúgás is lesz a Vasas színeiben. Mire számíthatnak azok a hölgyek, akik itt szeretnének futballozni? Igen, ezt azért szerettük volna mindenféleképpen minél gyorsabban megvalósítani a felnőtt csapatot, hogy azoknak a lányoknak, akik gyakorlatilag kiöregszenek a 10, most már 8-ból, legyen hova továbblépési lehetőség. Úgyhogy hál' Istennek idén találtunk egy olyan egyesületet, akivel itt fuzionálunk, a Beacos Hiúzok, akik elég nagy létszámú és elég lelkes hölgyekből állnak, úgyhogy ők már nagyon várják itt az első edzéseket, hogy hozzájuk lehet csatlakozni. Ott két csapatot is fogunk indítani, az egyiket 3-4 pályán, a másikat pedig egész pályán, és még, hogy még egy kicsit tovább bővítsük a női labdarúgásunkat, fúzionáltunk a Femina női csapatával, úgyhogy nem csak a harmadosztályban, hanem gyakorlatilag a másodosztályban is lesz majd lehetősége azoknak a lányoknak játszani, akik kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani. Akkor várjuk a női labdarúgókat, és sok sikert kívánunk a munkához. Köszönjük szépen, és 6 éves korosztálytól egészen felnőtt korig mindenkit látunk sok szeretettel.